Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Remélem jól bírjátok ezt a rohadt meleget. Én kicsit ki vagyok tőle. De megmutatom, hogy mi az, amitől még jobban kivoltunk. Nem nagyon tudtunk nyerni ugye magas térben. Voltak ilyen nagyon-nagyon magas ilyen dobbukási arányaink. Aztán úgy gondoltuk, hogy szarni bele, lejövünk tier 5-be, és megmutatjuk, hogy talán itt tudunk játszani. Nézzük! Azt látjátok, hogy szakálbetyár Hencida is én vagyok. Statjaikat érdemes megnézni egyébként, tényleg, akikkel játszom. Az a poén, hogy mindenki jobb játékos, mint én, úgyhogy egy könnyű dolgom van, gondoljátok. No, szokásos Erlenberg. Már volt itt egy pár vicces meccsenk egyébként Erlenbergen, de ilyen meccset még nem láttatok. Ugyanis, ha megnézitek a tankomat, tessék, így sokkal szebb. Hogy néz ki? Mi a furcsa rajta? Trollágyú. Mert troll vagyok, egy igazi troll. Szakálbetyár szintén trollal tolja. Hencida nem. Nem kellett egy normális játékos is csapatba, aki ugye rendes ágyúval rendelkezik. Hát szokásos egyébként Erlenbergen általában mindig itt kezdünk a J8, J9 körül, legalábbis itt a szélén. Már jönnek is a pónik, azt mondja, hogy egy Stuart és egy Panzer egy cél, nem tudom mit gondolt egyébként, hogy hova jön, ide jön és szétlő minket, vagy mit. Szakán megmutatta neki, hogy kell lőni a galaxisban, Stuart elmenekül. És fent pedig B2-nél látjátok, a marhák nem álltak be védeni, úgyhogy senki nincs ott. Ez így mindenki kempel náluk szerintem benne a kastélyba, de azért ne jöjjünk előre a medve bőrére. Ugyanis, bár nyerő szituációban vagyunk, de a kemper póniknak van egy előnye, az, hogy együtt vannak. De ellenem nem védett, 210 se buff. M2 medium a legveszélyesebb tankot kiszedtem a játékból. Nézzük, és beáll elém valaki, beáll elém. Hát ki volt ez egy retardált T-14-es, mindig beállnak elém, és szakálbetyár pedig kiszedte az ellenfelet. A legrosszabb dolog, ami történt, az, hogyha beálltak valakinek a tűzvonalában, mert hogyha most megnyomom a gombot, akkor ugye én vesztek egy csomó kreditet, de ő pedig egy csomó HP-t veszít így hátulról. Ezért nagyot tud durrantani egy troll egyú. Na nézzük, eddig 4-1 az állás, tök jó haladunk. Ez a meccs nem mehet rosszabbul, így van? Ugye meglátjuk. Mosonok a Su-85-re, megvárom, hogy becéloz mellé. Nem találtam el. Azt mondom, olyan, nem is tudom. 3, 4, 5, 6, nem tudom hány másodperc a töltés. Látjátok, dezintegrálódik a csapat, 5-5 az állás szinte pár másodpercen belül. Valaki kifigyelt, hogyha megpróbál visszamenni. Szakálbetyár, nézitek, csak ott oldalt, ezt meg is mutatom. Ott támad, egyébként nagyon jó, mert a lankákon nem nagyon tudják lőni. Én még egyszer becélzem a sút. PAM! Érzem a troll hatást. Annyira jó egyébként, így elpuffantam, olyan, mintha egy beépített artim lenne. És hát fönn gond van, mert csak egy BDR kórica állott egyedül. Elindulok fölfelé. Szakál marad lent, Hencida pedig hiszem, is talán fölfelé tart. Na ott van egy M3 Stuart, 41 HP, nem fogom kilőni szerintem. Túl gyors nekem. Azért trollágyúval nem nagyon lehet ilyen nagyon gyorsan mozgó célpontokat eltelni, mert néha sikerül, akkor nagyon örülök. Eddig a csapatunknak van 3-4-5-6 kill-je. És 6-7-re vezetnek, de egyébként 4-1-es állásról jöttek fel 6-7-re, szóval hihetetlen, hogy meg tudnak halni az emberek. És hát kicsit tehetetlenek vagyunk, de ki is nyírták ott fönt, T1, ez elég kemény, meg egy T49 is, meg az AT2 is. Kicsit ilyenkor várni kell is kempelni, tehát ha most berohantunk volna a B2-re, nagy valószínűséggel 10 másodperc alatt, vagy 5 másodperc alatt meghaltunk volna, úgyhogy érdemes kivárni egy picit, főleg amikor vesztésre álltok. Ilyenkor a türelem az egy fő erény. Hogyha türelmesek vagytok, akkor akár bármi történhet. Például ebben az esetben meghalt a Stuart, tehát mondjuk nem tálnom a pálya legveszélyesebb ellenfele. Sokkal inkább a heavy-k miatt aggódtam. Ugye az nekem egy trollágyú egy kicsit nehezen megy. Kivéve, hogyha oldalból lövöm, vagy hátulról, de akkor goldal. Nem nagyon szoktam goldot használni, csak a vészes esetekben. Na nézzük, jön a T49. Kicsit kifigyeljük. Így. Tűz! Ez az! Nincs esélye. Egyébként full HP-ről is kilőttem volna. Csak sajnos nem lett olyan sok.
Na és lassan megérkezik a T1 vánszorogva. A legrosszabb dolog, amit tehettek az, hogy tehát egyesével jöttek át. Nem várták meg egymást, nem egyszerre jöttek. Akkor a T49-nek nagyobb esélye lett volna, hogy sebezzen, de így, hogy berohant előre a hülye meghalna, annak semmi értelme nem volt. Bámulatos 97 seb a KV1-re. Ha golda lövöm, akkor az lepattan róla, úgyhogy inkább megelégszem ezekkel a kicsi sebekkel is. Nem vagyok ilyen nagy étkű, 45 seb. És meghal, jó? 3, 6, 9 killünk van eddig. És 9-9-re felhoztuk, mégpedig azzal, hogy türelmesen megvártuk, amíg jönnek a támadók. Vev is shit, az nem tudom mi a franc akar lenni, hogy vev is shit. Tehát olyan rejtéskódokból beszélnek ezek a trollok, komolyan mondom. No, meghalt az egyik M4, ami nagyon jó hír. Remélem trollos volt. És itt jön be a következő. Azt mondja, hogy Hetzer, hogy nagyon kis fürge az a kis, olyan kis disznó egyébként, de és mellé lövök. Engem néz, céloz a nagy trollágyúval a 105-ösebb, BOOM! Nem tudom, nagy sebb. Én megint mellé lövök, eltállatlan hülyeséget. Itt egy kicsit hibázok, mert nagyon, ugye, greedy akartam lenni, nagyon rá akartam mászni itt a killekre, és ezért meg is kaptam a pofámba a lövéseket. Nem szabad nagyon hajszolni ugye a sebeket meg a killeket, mert akkor többet ártatok vele, mint használtok. Kicsit visszahúzódni, taktikusan várni, meg a többiek esetleg segítenek. Elterelik a figyelmüket. Nem mondjuk szakálbet jár, mint egy Don Quixote beront oda, 192 seb. Jó. Hopp, 11 per 10, azért a Hetzer nézem van, de... Meghal, jön a AT2. Aha. Próbálok snipe-olni, elég... Hát ez valami elkeseredett lövés volt. Vev? Vev like fart. Olyan, mint a fing, de nem tudom, mi ez a vev. No, azt mondja, hogy AT2. Csak a fingásig terjed ki a szókincsem, a vevet már nem tudom. Azt mondja, hogy el van fordulva, látom, oldalba küldöm, 103. A H ugye sebez rajta, hiába, hogy kemény páncél van. Lax 3000. Ez valami droid lesz ez a csávó, komolyan fogalmam nincs, nem normális szerintem. Hoppá, én meg próbálok itt flankálni trollal, Hensida elkezd itt kérni, hogy jaj, hogy legyen elém a Top Gun, jaj, megadjuk neki. Rendesek vagyunk, nem vagyunk mi gonoszak. 6, 11, és megvan a Crucial Contribution is. Hihetetlen gyorsan vége lett a meccsnek, szinte nem is láttuk, hogy mi történik. A lényeg az, hogy troll platoonnal, látjátok, vissza lehetett hozni a meccset. Én ajánlom, hogyha esetleg elegetek van a magas tírekből, tier 10-es tényleg idiótákból, gyertek le akkor egy kicsit tier 5-be, vegyetek egy troll tankot, egy M4-et vagy egy Panzer 4-et, és óvatosan próbáljátok meg szétlőni az embereket. Higgyétek el, nagyon nagy szórakozás, és örülni fogtok. Köszi, hogy figyeltek, sziasztok!